Szia! István vagyok, és már a 63. részhez érkeztünk azzal a sorozattal, aminek a mottója, szempontja, célkitűzése az, amit itt fent látsz, hogy a Bibliáról minél érthetőbben mondjak el dolgokat, egy-egy rész alkalmával valami fontos momentumot, történetet, magyarázatot, ami segít téged abban, hogy jobban megértsd a Bibliát. Sőt, ha lehet, még röviden is mondanám, régen az volt ennek a címe, hogy pár percben a Bibliáról, de megmondom őszintén, hogy ezen a próbán elhasaltam, egészen hosszúra nyúltak az utóbbi részek, sajnálom. A mai témánknak az a címe, hogy így írta meg a próféta. Ugye ez egy idézőjelben lévő kis szövegrész, mint látod, ami arra utal, hogy ez a Bibliában ebben a formában meg is található, többször is, még ha egy picit módosul is, de a lényege mindig ugyanez. Tudnék, hogy az Új Szövetség hogyan hivatkozza meg az Ószövetséget, mint egy összekapcsolva a kettőt így linkelve modern szóval, többszörösen, és nem csak burkoltan tartalmazza azt, amiről az Ószövetség beszélt, hogy be fog következni egy-egy proféciában a Mesiásról, hanem fontosnak tartotta egy-egy bibliai könyvnek a szerzője, főleg az evangelisták, nyilván az a Szentlélek, aki készítette őket, hogy nyomatékot adjanak ezeknek a párhuzamoknak, ezeknek a kapcsolódásoknak, és majd látjátok, hogy egy refrénként fog működni ma ez a megfogalmazás, hogy így írta meg a proféta, és úgy is lett. Ugye honnan az ötlet, hogy erről beszéljek? Hát onnan, hogy valaki közületek megkérdezte, hogy vajon a Jézus kortársai mennyit tudhattak arról, hogy milyen lesz a Messiás, mennyire volt esélyük ráismerni Jézus személyére, a körülményei, a szolgálatai és egyebek okán. Az az igazság, hogy ezzel már egyszer foglalkoztunk a 47. részben, ugyanennek a sorozatnak a 47. részében, tehát 16 részsel ezelőtt, ha jól számolom, mint egy az Új Szövetség bevezetése volt ez. És úgy gondoltam, hogy ezzel együtt nem árt az ismétlés, nyilván lesz átfedés is azzal a résszel, de majd egy kicsit más szempontból, más struktúra mentén szeretném ezt a kérdést tárgyalni, külön hangsúlytéve ezekre a formális hivatkozásokra, amikről beszéltem. Nézzük akkor azt, hogy milyen kapcsolat van egyáltalán az Ószövetség és az Új Szövetség között. Ugye van egy olyan határvonal Jézus Krisztus földi élete a születésétől a Golgotán bekövetkezett haláláig, ami egyfajta történelmi határvonalat képez, még ha egy periódus is volt, és nem egy időpont, egy határvonalat képez, mert voltak, akik ő előtte éltek, és vannak, akik ő után, az ő életét szolgálta után élünk, ugye mi magunk is ide tartozunk, akik most kortársak vagyunk, és még életben vagyunk. És azt mondhatjuk, hogy alapvető különbség van abból a szempontból, hogy akik előtte éltek, az ő számukra ígéret volt az, hogy jönni fog egy Mesiás, egy megváltó, és megoldja a bűn kérdését, és az üdvösségünk kérdését is ezzel együtt, ha lehet így mondani. És akik akkor éltek, ebben az ígéretben kellett, hogy bízzanak, és ezt hitben kellett, hogy elfogadják. Mi, akik Krisztus után élünk az utóbbi 2000 évben, a mi számunkra ez olyan értelemben nem ígéret, hogy bekövetkezett. A Biblia ezt állítja, tulajdonképpen a történelem szerint is úgy tudom ismert tény, hogy egy ilyen nevű ember létezett akkoriban, mint Jézus Krisztus. A zsidóság is elismeri, hogy volt egy ilyen fiatal, nagyon jóra való rabbi akkoriban, csak éppen annak nem ismerik el, ami volt, aki volt, tudnék a Messiás, az Isten fia, aki azért tett, hogy megváltsa az emberiséget a helyettes halálával. Mármint azokat, akik ezt elfogadják és igénylik persze, és összhangra is jutnak vele. Ezért azt mondhatjuk, hogy nekünk ugyan már ez történelem, de ma is hitben kell elfogadni. Tehát életemben nincs különbség, hogy akkor egy ígéretben hittek, ma meg abban hiszünk, hogy a tény igaz, hogy történeti és megtörtént. Mi értelemszerűen többet tudhatunk azért mindezekről, nekik proféciák adattak a történelem alakulásáról, lásd dánieli témák, ezekről is beszéltem már, hogy hogyan alakul a történelem, milyen nagyhatalmak lesznek benne, a történelem megoldásáról, és Isten ezekkel a proféciákkal, amik különben a Messiásról is szóltak, ezekkel az esélyegyenlőséget akarta, hogy modern szót használjak, biztosítani, a Krisztus előtt éltek számára az üdvösséget illetően, és a Krisztus után éltek számára, vagy a Krisztus után éltekhez képest, hogy kapják meg az esélyegyenlőséget, azok is, akik előtte éltek. Ugye a te szempontodban mutatom itt az idő tengelyt képzeletben. Mi nekünk nagyon különös helyzetünk van, mert rácsodálkozhatunk arra, hogy hogyan teljesedtek be, milyen részletességgel, milyen pontosan ezek a proféciák, majd erre vissza is térek menet közben. És mikor készültem erre a mai témára, még ennyit tennék gyorsan csak hozzá ennél a diánál,
hogy a beteljesedjék szóra kerestem rá párhuzamokat keresve, és 14 ilyennel találkoztam. 14-szer használja az Új Szövetség azt, hogy beteljesedjék. Ugye a dia azt hivatott ábrázolni, hogy van-e kapcsolat, ugye a kérdőjel a bizonytalanság, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség között. A végén majd szeretném ugyanezt a diát egy kicsit más formában visszaidézni és válaszolni erre a kérdésre a látottak alapján. Tehát akkor nézzük, hogy mit tudhattak a régiek, amit hozzánk képest régiek, de Jézusnak kortársak, tehát akiknek az a kiváltsága volt, hogy vele egy időben éltek, egy helyen éltek, tehát ugyanazon a kisebb földrajzi területen a korabeli zsidó lakta Judeában, Galileában. Mennyire volt nekik ez a kiváltság, kiváltság, mert hiszen mit ér a kiváltsággal, ha nem ismeri fel és nem veszi észre, mennyire ragadták meg, mit jelentett ez a számukra. Látszólag nem sokat jelentett, mert úgy tűnik, hogy Jézus kortársai közül a legnagyobb többség, a túlnyomó többség, az nem igazán ismerte fel Jézusban a Mesiást, vagy legalábbis az ő életében nem, utána azért még többen megtértek, úgymond az őskeresztény időkben, szintén a kortársak közül, akik talán hallották is Krisztus tanítani és beszélni. Azt viszont tudjuk, hogy voltak, akik már a születéstörténetekor is felismerték őt, hogy erős volt korábban egy részünk, most nem néztem meg a sorszámát. A 47 volt a Mesiás jelenés, akkor a 49-50 lehet, amikor már a születéstörténetről esik szó. Simeon felismeri, Anna felismeri, mert a lélek megmutatja nekik, mert ők várták. A pásztorok kapnak instrukciót, hogy nézzék meg, mert várták. A napkeleti bölcsek, nem királyok, szintén kaptak instrukciót, és így mentek el Betlehembe. Tehát volt egy szűk kör, akik minden jel szerint kortársként felismerték, fel tudták ismerni Jézusban, akár a csecsemő Jézusban is már a Messiást. Mit jelent ez? Körülbelül azt jelenti, amit én átéltem tanárként itt Tatabányán, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján tanítva, most már Edutus Egyetem a neve. Annó tanítottam itt azt hiszem statisztikát, pénzügyet, meg hasonlókat. És emlékszem, mindig volt egy olyan érzésem, hogy valamit rosszul csinálnak, mert általában nem nagyon hasítottak a diákok, főleg pénzügyből. De azt figyeltem meg, hogy minden évben volt azért egy-két diákom, akinek ment, sőt ötöst kapott belőle, miközben a többség azért nem rendelkezett ilyen kiugróan jó osztályzattal. Általában már egy négyesnek is ketten örültek, ami azt jelenti, hogy két-kettes, az már a boldogságot és a megváltást jelentette a számukra. Nem én voltam az oka, a tantárgy jelentett egyfajta kihívást, de mindig magamban dilemmáztam azon, hogy az én hibám lenne, hogy ez ennyire nem megy. Hát én oda annyira beleteszem magam, és akkor, mikor egy-egy ilyen jó jegy megszületett általában egy-egy évfolyamon egy-egy csoportban, akkor benne mindig az volt, hogy hát ahogy ő megtanulta, ahogy ő tudja, hogy a többiek is megtehették volna. Ezt hívják referenciának, egy összehasonlítás, egy alap. És ugyanez igaz Jézus születéstörténetére, az egész messiási küldetésére, a kortársak szempontjából, hogy felismerték-e vagy nem, hogy igen, a túlnyomó többség nem ismerte fel, de mivel voltak sokan, akik felismerték, Isten fiának ismerték el és ismerték meg, ezért az a kérdés, hogy a többiek miért nem tudták ugyanezt megtenni, mi akadályozta őket ebben. Bőven tudhattak volna ezekről a dolgokról, ugye ide is írtam magamnak, és az a fontos, hogy nem Isten volt az oka annak, hogy nem tudtak. Persze ott a kérdés, hogy akkor mi volt az oka, hogyha nem tudtak, pedig tudhatták volna. Ugye azt mondanám, hogy valószínűleg egyrészt a közöny, hogy nem olvasták, nem volt fontos nekik, megdöbbentő a születéstörténetnél, hogy Heródes megkérdezi az írástudókat, vagy a papokat, hogy a papokat azt hiszem, hogy hát hol kell megszületni a Messiásnak, és rávágják, hogy Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Tudták kívülről. De annyira nem izgatta őket, hogy az most miért keresik azt a Messiást, talán most született, meg nézzük meg mi is. Tehát egyszerűen nem dolgozott bennük ez a téma, így mondhatnánk. Vagy az is lehet, hogy valakiben dolgozott, de nem jól értette, félreértette. Voltak, akik Jézusban, főleg már ugye a felnőtt szolgáló Jézusban, egy olyan valakit láttak, aki majd vezetőket a rómaiak elleni függetlenségi harcukban, totál félreértették Jézust is, meg a küldetését is. Amivel annak is szerepe lehetett, és ez már a harmadik dolog, hogy ha a tanítók fejében ez nem volt a helyén, már pedig úgy néz ki, nem volt a helyén Izraelben, akkor nyilván nem tudnak jól tanítani, és akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ha a nép egy torz vagy hamis várakozásban él, így is mondhatnánk. Nézzük akkor, hogy mit tudhattak. Hát például tudhatták azt, hogy, és akkor sorolnám, ami elég nyilvánvaló szerintem nem szorul indoklásra, tudták, hogy létezik sátán, létezik ellenség, ezt azért tudták, ezt ők is tudták, meg elismerték.
Tudhatták azt, hogy a bűn az bűn, az rossz, és hogy a bűnnek a zsoldja, az őt megillető osztályrész, végső sors, az a kárhozat halála. Tehát az alapok, hogy így mondjam, fejben megvoltak nekik, tudták elhelyezni magukat egy erkölcsi koordinátarendszerben. Azt is tudták, tudták is, hogy van megoldás, és ezt a megváltásnak nevezük. Ugye ez egy korabeli kifejezés a rabszolgatartó társadalmakból, amikor egy rabszolga életből valakit egy másik életre váltanak meg, a szabad életre. Ugyanezt történik a bűn esetében Isten szerint, hogy a bűn szolgaságából Isten szabad életre vált meg bennünket. Tulajdonképpen már ebben a földi életben elkezdődik, de igazán az örök életben teljesedik ki. És hogy ez Istentől van, hogy a rabszolga sem tudta magát megváltani, mert hát pont a lényeg hiányzott, hogy neki vagyona és jogai legyenek ahhoz, hogy ezt megtegye. Azt is tudhatták, hogy a megváltó ember is lesz, meg Isten is lesz egyszerre, mert már vissza is térek. Tudhatták azt, hogy Betlehemben fog megszületni, az előbb idéztem ugye, hogy Mikeás 5.2, azt hiszem a hely, lásd a messiási évendőlések a 47. részben, hogy hol kell megszületnie, tudható volt, így írta meg a próféta. De azt is tudhatták, hogy mikor, tudnék Dániel könyve 9. fejezete, szintén foglalkoztunk vele, beszél arról, hogy a messiás az utolsó hét felén, a zsidóságra szabott 490 évből az utolsó 7 év felén fog véget vetni a véres áldozatnak, tűnik a saját halálával beteljesíti az áldozati előképeknek az igazságát. És azt mondhatjuk, hogy ez így is történt, ugye erről volt egy külön rész szintén, most nem tudok részletekbe belemenni, tehát tudhat, és azt írja különben a 9. fejezet, hogy a messiás kiirtatik, és senki sem lesz. Tehát tudták, mikor fog meghalni, tudták, hogy hol fog megszületni, azért a kettőből úgy emberöltő szintjén már össze lehet rakni egy várakozás szerintem. Nagyon sok mindent tudhattak, és azt is tudhatták volna, de nagyon nehezen ment át a fejeken, lelkeken, még a tanítványok esetében is, hogy nem azért jöjjön, hogy győzedelmeskedjen, hanem azért, hogy szenvedjen és hogy meghaljon, mert ez az ára a megváltásnak. Tehát alapvető dolgokat tudhattak volna, általában az első felét itt tudták, de onnantól bajban voltak, hogy hová tegyék, hogy Isten ember, arra, hogy mondjam, ott tényleg a lazaság volt, vagy az érdeklődés hiánya, hogy hol és mikor fog megszületni, pedig abból kijöhetett volna a dolog. Ott pedig teljes félreértésben voltak, hogy mi a küldetésének a lényege, lásd az utolsó sor. Ezen kívül tudhatták még, hogy emberfia lesz, lásd 1 Mózes 3.15 az első ígéret, hogy az asszony magva fog sátánnak, a kígyónak a fejére taposni, tehát ember fog születni, az emberi családba fog beleszületni valaki, aki győzni tud sátán fölött. Az egy más kérdés, hogy egy olyan valaki, aki előtte is létezett Isten fiaként, és egyszerre lesz isteni és emberi önazonossága, hogyha lehet így mondani. Tudhatták azt is, hogy nem általában emberfia lesz, hanem a zsidók már azt is tudhatták, hogy Ábrahám fia lesz, tehát hogy az ő körükből, Ábrahám magvából, ugye a 12. rész mondja, ugyanitt az első 3 versében, Mózes első könyvében, ezt csak nem írtam ki, hogy Ábrahám leszármazottai közül fog megszületni a messiás. Jákob, mikor áldás mond, akkor már lehet tudni, hogy a Júda törzséből, tehát a 12 fiú leszármazott közül melyikből, most hirtelen azért bizonyítottam, hogy jót mondok el, azt hiszem jót, hogy Júda törzséből fog megszületni, és ezen belül a Dávid házából, Dávid fia lesz, Dávid leszármazottja, annyira, hogy ezt még használták is, azt hiszem pont a vakok szólították meg így, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Tehát ott volt a köztudatban, hogy a dávidi ág, tehát azon, hogy emberiség, Ábrahám, Júda törzse és Dávid Betlehemben fog, mert oda valósi volt Dávid, onnan fog megszületni a messiás. Ide is készítettem magamnak egy könyvet, ezzel adós voltam, azt hiszem, a múlt alkalommal, de bármikor sokszor idézhettem volna, illetve most hát idéztem is, de ajánlhattam volna, Páti Ágák és Proféták a címe, mint látod, egy Ellen White nevű szerző írta, hát nem a vékony könyvek közül való, de megéri olvasni, az egyik legjobb könyv, amit valahol olvastam. Egy remek bevezetés a Biblia történeteibe, az egésznek az üzenetébe, beírta az erkölcs üzenetét is. Ez egészen Dávid királyig dolgozza fel az eseményeket az ország szakadásig, ami Saul idejében következik be. Tehát gyakorlatilag a Sámuel könyve végéig nagyjából, talán ha jól mondom,
a Biblia elejétől a történéseket. Nagyon jó könyv, igazán ajánlom. Erről beszéltem a múltkor is, és most onnan jutott eszembe, hogy Ábrahám kapcsán megint ajánlani fogom, és ide készítem. Szerencsére eszembe is jutott. Térjünk rá akkor konkrét igéekre. Ugye eddig azt láttad, hogy amit tudhattak, ezeket tényleg tudhatták, hát ez egyértelmű volt, sokan tudták is közülük, sokan pedig hát erre hederítettek. Most egy pár dián szeretném megmutatni, azért bocsánat, még miért odaérnék igényt, még van két sorom. A 22. Zsoltár alapján azt is tudták, hogy szenvedni jön és nem győzni. Tehát nem azért jön, hogy győzelmet arasson emberi fogalmak szerint és látványosan, hanem azért jön, hogy emberi fogalmak szerint vesztes legyen, a kígyó a sarkába mar, mondta a Mózes első könyvében az a bizonyos profécia, hogy igen, széttapossa a kígyó fejét, de a kígyó a sarkába mar, tehát az életével fizet azért, hogy győzzön, és ez így is lett, ezt részletezi a 22. Zsoltár, majd ma is idézem, és nem győzni jött, hanem tanítani, tehát hogy a szolgálata az nem forradalmár meg szabadságharcos tevékenység lesz, amit a zsidók úgy igazán vártak meg üdvözöltek volna, hanem kifejezetten tanítani jön. Erről szintén lesz szó még lent, tehát ide már igéket fogok idézni, de el is szeretném kezdeni a sor, csak időrendben, tehát nem az idevágót idézem, hanem hát a születéstörténettel kezdeném. Azt mondja, hogy az Úr angyala megjelent álomban Józsefnek, mondván Dávidnak fia, József is Dávid leszármazottja volt, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, mert hogy Mária, hát kiderült, hogy terhes, és hát József furcsálta, mert hát szűznek hitte, és tudta, hogy ő nem volt vele, és olyan tisztességes ember volt, hogy nem akarta szégyenbe hozni Máriát, és ő volt, hogy szép csendben elbocsátja, és akkor inti meg az angyal, hogy nem kell elbocsájtani, semmi baj nem történt. Ez egy rendkívüli helyzet, ami fennáll. Azt mondja, hogy ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Ugye hát nekünk keresztény kultúrkörben ez egy ismert történet, meg azt mondjuk, hogy hát igen, tudjuk, hogy hát így történt legalábbis, aztán van, aki vagy hiszi, vagy nem. De azért a történelemben akkor először meg utoljára fordult elő ilyen, azért Józsefnek milyen hite kellett legyen ahhoz, hogy ezt az isteni intést isteni származásúnak fogadja el, és elfogadja azt, hogy tisztességes az eljegyzett mennyasszonya, és hogy ő gyakorlatilag nevelőapaként szolgáljon a világ megváltójának. Itt valamiért idéztem, mindig sárgával állom ki, hogy jobban lássátok a refrént. Mindez pedig azért jön, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szól, ímű a szűz fogam méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, velünk az Isten. És azt mondja a folytatás, már nem olvasok mindent, mert már elég sok szövegrészünk lesz, hogy József felkelt, engedelmes volt, mindent úgy tette, hogy az Úr angyala parancsolt neki. Ézsaiás 7.14-et idézte, ide írtam, talán olvasható, tehát mindig odaírom, hogy mi az a szakasz, amit meghivatkozik adott esetben a refrénünk. Itt még annyit hagyd tegyek hozzá, azt hiszem, a múltkor is említettem, hogy lehet, hogy előtte egyel, nem direkt, de hogyha már az igeit hozta, amit itt lent aláhúztam, azt mondja, hogy nem ismerte Máriát, amíg az meg nem szült az elsőszülött fiát. Vagyis házassági közösségben, testi közösségben nem élt a feleségével, amíg meg nem született az, ami Szentlélektől fogantatott a szűztől, de ebben az is benne van, ez érthető, ez a szöveg a magyar nyelven, hogy utána egy teljesen normális, egyébként Isten erőt minden szempontból tisztességes házas életet éltek egymással. Tehát Mária szűz volt, az Jézus születéséig volt érvényben, hogyha lehet így mondani, és az, hogy utána ezek szerint tisztességes házasságban élt Józseffel, semmit nem von le sem az erkölcsi értékéből, sem semmi másból. A Biblia a szüzességet, az egyedülálló életformát nem tekinti magasabb rendűnek, mint a tisztességes házasságban való életformát. A lényeg a tisztességen van, a hangsúly ezen van, hogy egy párral, a Biblia szerint egy másik neművel, ezt hozzá kell tegyen, már manapság sajnos ez szükséges, hogy egyértelmű legyek, házassági közösségben élve, testi közösségben élve, abban nincs semmi hiba, sőt, ez az Istentől rendelt rendje a dolgoknak. Enélkül ugye nem is lenne emberiség, hozzáteszem. Mert hogy nem szaporodnánk. Egy másik szakasz, megint itt lesz a sárga rész, akkor azt mondja, hogy mikor azok visszatértek, ímé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, tudnék, amikor a napkeleti bölcsek megintettek Heródeshez, nem menjen, ahogy Heródesnek nem menjenek vissza, akkor Isten megintette őket, hogy nem menjenek vissza, és amikor ők elkerülték Heródest, hogy kiderüljön, hogy hát hol van a csecsemő Jézus, aki megszületett,
akkor egyúttal Józsefnek is megjelent egy intelem, az úrangyal egy intelemmel, azt mondja, kelj fel, vedd a gyermeket, annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked. Tehát egy meghatározatlan időre költöz Egyiptomba, tudnék, amíg Heródes meg nem hal. Mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. És ott volt az egész, ott volt a család egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az úr mondott a proféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, tudnék, hogy meg fogja járni Egyiptomot is a Messiás. Itt van Hóseás 11:1-re hivatkozik. Itt hadd mondjam el, hogy ha utóbb visszaolvastok, és tegyétek azt, hogy kikeresitek ezeket a részeket, a szövegkörnyezetet, az tény, hogy a szövegkörnyezet nem mindenhol árulkodik arról, még kevésbé állítja az Ószövetségben, hogy ez a Messiásra, vagy Messiásra is vonatkozik, de az újszövetségi hivatkozások úgy tűnik, hogy legitimálják ezt a fajta értelmezést is. Ez is egy ilyen lesz, mert itt Egyiptomban Izraelről lesz szó, de azt mondja ez a hivatkozás, hogy mint egy profécia volt, hogy ahogy Izrael kijött Egyiptomból, ugye Messiás is meg fogja járni ezt az utat. Nézzük a következőt. Ez már ugye a felnőtt Krisztusról szól, aki visszatérvén Egyiptomból Názáretben nőtt fel, ami egy nagyon rossz hírű város volt, és odahagyva Názáretet elment, és lakozott a tengerparti Kapernaumban, ez volt az ő város, ott északon azok a fekete falak, amikről beszéltem a Jézus kora kapcsán, ha jól emlékszem. Kapernaumban, ami a város neve, a Zebulon és Naftali határain, ami két törzse Izraelnek, északon volt, ez két kisebb törzs volt, a 12-ből Zebulon és Naftali, ugye Jákob fiainak a nevei ezek. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott így szólván, Zebulonnak földje és Naftalinak földje a tenger felé, ugye ez oda esik északi Izraelbe, de a tenger felől, a Jordánon túl a pogányok Galileája, tudnék, hogy a pogányok lakják azt a vidéket, és így is volt Jézus idejében, az egy hát zsidók lakta terület volt, de nem volt olyan jelentősége, nem úgy tekintettek rá társadalmi szempontból, mint a mag területre, Jeruzsálem és környékére. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halál földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Tudnék, ez egy periféria, ez a legészakibb, ez a kieső, nem sokra tartott rész volt Jézus korában, és ő pedig pont oda tette a bázisát. Ugye kicsit azért is, mert Jeruzsálemben nehéz is lett volna ott megbirkózni a papokkal, meg azok jobban beszélben érezték volna a hatalmukat, meg a farizósok, meg a szaduceusok. Jézus pedig pont ezt a szegényebb, szerényebb vidéket, ugye maga a tanítványok is tudjuk, hogy halászok voltak, erről is volt már szó többek közt, tehát hétköznapi, egyszerűbb foglalkozási körből, társadalmi rétegből választotta ki őket, és ővelük tudott igazán építkezni, hogy így mondjam. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Érdekes, hogy már akkor is az volt az üzenet 2000 évvel ezelőtt, és nem hiszem, hogy Jézus tévedett, hanem minden embernek csak a saját emberöltője adatik döntésre. Tehát te hiába élsz 1000 évekkel mondjuk a történelem vége előtt, neked nem 1000 éveid vannak a döntés, hanem az a pár évtized, ami jó esetben megvan az életedből. Ez igaz rád is, meg rám is. Itt egy másik élethelyzetben vagyunk. Azt mondja, Jézus pedig észrevévén ezt eltávozott onnan, és követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyította mindnyájukat, és megfenyegette őket, hogy őt ismerténe tegyék. Ugye erről volt szó szintén korábban, hogy gyógyít, de mindig azt kéri, hogy ez maradjon köztünk. Tehát ahelyett, hogy népszerűsíteni magát, mint sok modern gyógyító, pont az ellenkezőjét tett, a gyógyításért gyógyított ő, nem presztist akart ezzel magának, vagy népszerűséget, vagy éppen az üzenetének utat készíteni, mert azt hinnék, hogy ez tényleg egy nemes dolog. Hogy miért volt az, hogy ő nem szerette volna, ha hamar híre megy annak, hogy ő mekkora gyógyítói munkát végez, erről korábban beszéltem. A lényeg az, hogy ha túl nagy lett volna körülötte a mozgolódás, az lehet, hogy sietette volna az ellenségeit, hogy pontot tegyenek a szolgálata végére. Illetve bizonyos esetekben a betegnek is az volt az érdeke, hogy ne tudják, hogy hogyan gyógyult meg, mert ha kiderül, hogy ő gyógyította meg, talán hamis bizonyítványt állítanak ki, nem ismerik el azt, hogy gyógyult az illető, például a bélpoklosok esetében. Azt mondja, hogy ismerténe tegyék, hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta mondása, aki így szólt, ami az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli.
Lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, nem kiált, nem népszerűsíti magát. Az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, pedig annak már mindegy, azt gondolnák. Nyilván emberéletekről van szó, amelyek már majdnem tönkrement emberéletek, és még onnan is próbálja visszahozni őket. A pislogó gyertya belet nem oltja ki, ez ugyanaz egy másik képpel, ez gyakori a Héber költészetben, hogy ugyanazt két ellentét, vagy két eltérő képpel világítják, meg ráerősít az utóbbi az előbbire. A pislogó gyertyabérit szintén a kihonyóban lévő, a lejáróban lévő emberi élet, nem feltétlenül az életkornál fogva, hanem a produktumát tekintve olyan semmi, olyan nulla, amitől sokan szenvedhetnek, amikor végig gondolják az életüket, hogy mennyivel több is lehetett volna. Ezt most nem anyagiakra értem, hanem hát az élet nagy produktumára. Még nem diadalomra viszi az ítéletet, nem a szabadságharcot érdekes módon az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok, tehát nem csak a zsidók. A pogányok itt népeket jelent különben, ha jól tudom, tehát nem a pogány voltán van a hangsúly, hanem hogy minden nép, nem csak a zsidó nép. Mindig odaírom, hogy melyik szakaszból van, amit láttok, tehát Máté 12. fejezetéből a versszámok talán látszódnak, és Ézsaiás 42. 1-től 4-ig ez, amit idéz. Meg lehet nézni. A következő azt mondja, mindez azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Nem tudom, mit szóltak a refrénhez, szerintem remekül működik, ahogy mondtam is. Ugye mindig ugyanazt mondja, egy kicsit más a szóhasználat, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy azért, hogy beteljesedjék, hogy ahogy történik, mintha egy sinen menne a megváltás műve, mintha lenne egy menetrend, mintha valaki ezt ilyen szinten látta volna előre, és nem is úgy van, hogy leírtak egy tervet, amit most valaki beteljesít, hanem valaki látta a teljesülést, és arról írt előre egy proféciát segíteni azoknak, akik korábban élnek. És ez az utóbbi igaz. Tehát Isten mindentudó, mindenható, ő nem kikövetkeztette azt, meg eltervezte, hogy hogy lesz a Mesiás szolgálata, és nem úgy volt, hogy hát ha már így írtam, most valahogy bele kell kényszerítenem az események menetét abba a mederbe, amit én előre leírattam, miért nem máshogy írattam le, bocsánat, ilyen profánul mondom, hanem ezzel ellentétes az igazság, hogy Isten előre látta azt, hogy mi lesz a Mesiás élete szolgálata, annak a fogadtatása, az emberi reakciók, és ezt íratta le előre proféciákban, azok javára, akiknek nem adatott meg, hogy ezt megérjék, sem kortársként, azért nyilván egy szűkebb réteg időben, egy intervallum a történetben, ez a 33,5 év, amit ő élt itt a Földön, de még csak nem csak a kortársak számára, hanem a mi számunkra is milyen kiváltság, hogy ezek már leírattak. A proféták meg azért írták le, hogy azok sem nélkülözzék ezeket a dolgokat, azok is el tudják képzelni maguknak a messiás személyét, szolgáltát, akik jóval előtte éltek a Biblia időkben. És itt írja azt, hogy mi az, ami beteljesedjék, Zakariás 9.9-ből származik az idézet. Mondjátok meg Sion lányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, ugye ez már a bevonulásról szól, ez már szolgálta vége felé járunk, nagyjából időrendben próbáltam ezeket a szakaszokat idézni, hogy az a különös, hogy Jézus a világegyetem uralkodója közölt, hogy neki itt nincsenek hatalmi igényei, sem a zsidó vezetők, sem a római hát, magisztrátus vagy helyhatóság iránt, vagy azzal szemben. Ő az egész világegyetem ura, és ezzel együtt olyan alázattal jelenik meg, hogy nem lóháton jön, hanem azt mondja, hogy alázatosan szamáron ülve jön a te királyod, teherhordozó szamárnak vemhén, és nem hátas paripán ménen, hogy így mondjam. A tanítványok pedig elmenvén, mert ugye ez egy instrukció volt, amit ő elmondott, ez hiányzik ugye itt a dia elején, ezt már nem írtam ide, hogy elmondta, hogy menjenek el, itt meg itt találnak egy ilyet, kössék el, és ha kérdezik, hogy hova viszik, hát mondják, hogy az úrnak el, és mondják, hogy az más. Ugye ez önmagában egy csoda, hogy egy állatot elkötnek, és elfogadják ezt a magyarázatot rá azok, akiké az állat. Jézus ezt mondta, itt van ez a beszúrás, tehát, hogy ez is egy profécia volt, Zakariás 9.9-ből, idézi is, és a 6. vers így folytatja, a tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedjen, mint Jézus parancsolta nekik, elhozták a szamarat és annak vemhét. A vemhes az azt jelenti, ugye, hogy már, hát a vemhes az azt jelenti, hogy egy állatnak utódja fog születni, ugye egy emlős állatnak ott van már a testében az utód. Itt talán ez azt jelenti, ha jól értem, hogy, és annak vemhét, hogy ez, amit már megszült, de újszülött
szamár vagy csacsi, ebben most nem vagyok biztos, de nem ezen múlik a lényeg. És felső ruháikat rátették és ráült. Tehát ez volt a dekoráció, a nagy menet, hogy így mondjam, szamáron ruhák ráterítve, és ilyen szerényen vonult be Jézus Jeruzsálembe. Itt már a Golgotánál járunk, azt mondja, hogy a vitézek, aki a kivégző osztag gyakorlatilag, azért, amikor megfeszítették Jézust, felvették az ő ruháit, vették az ő ruháit, bocsánat, négy részre osztották, gondolom négyen lehettek, egyrészt mindegyik vitéznek, igen, és a köntösét. Igen, ám, de a köntös az varrástalan volt, felülről mindvégig szövött, tehát egybe volt szőve, nem varrott volt, és ettől értékesebb volt nyilván, és ezért azt mondták egymásnak, hogy ezt ne hasogassuk el, senkinek semmi haszna nem lenne belőle, maximum géprongynak lenne, jó? Hanem vessünk sorsot, hogy kié legyen, tehát valaki szerencsés lesz, a többiek meg ezt elfogadják. Egyébként ez teljesen életszerű szerintem. És azt mondja, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelték. Zsoltár 22.19-et szó szerint idézi. Itt a sárga rész utáni mondat. Az a döbbenetes, hogy az egy dávidi Zsoltár 1000 évvel a messiás előtt leírta a messiás szenvedéseit, azt is, hogy átjukasztják kezeimet és lábaimat, erről beszéltem szintén azt a messiási proféciáknál, hogy ilyen részletességgel és biztonsággal írta le Isten, anélkül, hogy kockázatot vállalt volna, ez ennyire biztos volt benne, hogy az emberek vegyék észre. Hát a zsoltárokat 1000 éve olvasták, hogy nem vették észre, mikor a római őrök osztják a ruhát. És az őrök nem azért osztották a ruhát, hogy beteljesítsék az írást, ők spontán cselekedtek és észszerűen, de az írás ezáltal teljesedett be. Azt mondja, a vitézek ezt művelték, és nem tudták, hogy beteljesedik egy ilyen, ők nem ismerték meg, ők nekik felmentésük van, ők rómaiak, de a zsidók hogy nem jöttek rá ebből a manőverből ott a Golgotán, hogy mindenkinek úgy le kellett volna fagyni, mint mondjuk a Windowsnak, már bocsánat, alsalatér, hogy te jó ég, hogy mit művelünk, hát megölünk egy embert, aki ártatlan, hát Pilátus mondta azt, hogy nem talált benne hibát, eleve gonoszság, amit teszünk, törvénytelen, helytelen, erkölcstelen, etikátlan, és még ráadásul most veszük észre, hogy hát most teljesedik a 22. Zsoltár, hogy a messiás hogy fog meghalni, vissza az egész, vegyük le a keresztről. Ez lett volna normális, de hát nem ez történt. Azt mondja, hogy noha ő ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, sőt, hogy beteljesedjék az Ézsaiás proféta beszéde, amelyet mondott, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ugye ez Ézsaiás 53.1, amit itt láttok a végén. Most aztán folytatja, hogy azért nem hihetnek, mert ismét mondta Ézsaiás, bocsánat, ezt sárgítanom kellett volna, mert az ugyanolyan hivatkozás, csak itt duplán van. Azt mondta Ézsaiás, hogy megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt felőle, mint egy látomásban az eljövendő messiás dicsőségéről. Ézsaiás proféta 700 évvel korábban, bő 700 évvel korábban. Nagyon érdekes különben, ezt ott megtaláltak Ézsaiás 6.9-ben, ezt az utóbbi idézetet, tehát vegyétek úgy, hogy ez itt sárga, tehát itt duplán idéz Ézsaiást ez a szakasz. Nagyon érdekes a komment, amit hozzáfűz a 42. verstől alá is húztam, hogy mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizósok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Tehát nem vállalták be nyíltan, hogy hisznek. Nagyon érdekes ez a helyzet, nem? Hogy őket is megmozgatta a Szentlélek, valami belül beérett, de volt bennük egy félsz, és nem vállalták. Nem tudom, mit szóltok ez, milyen magatartás ez. Azt mondja, hogy inkább szerették az embereknek a dicséretét, mint sem az Istennek a dicséretét. Azért tették, amit tettek. Magyarul a prioritás az volt a számuk, hogy igen, látják, hogy kicsoda Jézus, titkon hisznek is benne, de nem merik bevállalni kifelé. És Jézus azt mondta, hogy aki szégyel engem, az emberek előtt, azt én sem fogom megvallani az én mennyei atyám előtt. És fordítva, aki megvall engem, azt én is meg fogom vallani. Erről ennyit. Azt mondja, ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, ugye már a kereszten vagyunk, van, bocsánat, tehát ott tartunk.
tudván, hogy én már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, hogy szomjúhozom. Itt is idézem, a 69. Zsoltár 22. verse, sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Szó szerint így történt. Félelmetes, hogy beteljesedjék az írás, mondja János. Mi lehetett ezeknek a tanítványoknak? Valószínűleg ők is nem menet közben ismerték fel ezeket a párhuzamokat, hanem utóbb. És mi lehetett Jézus halála után újraértékelni mindent, amit átéltek vele, meg amit láttak az ő életében, meg olvasni újra az Ószövetséget? Akkor az volt a Biblia, nem volt Újszövetség. János most írja meg, most van írásban ennél a versnél, hogy így mondjam. Bocsánat, a felsőre akartam mutatni. Az Ószövetséget újra gondolták, és elkezdtek rá is mondani, hogy persze, ez is le volt írva, az is, és amikor írták az evangéliumot, úgy írták, hogy beteljesedjék. Még van diám erre a célra, itt van a legapróbb betűs, ez nekem is kihívás lesz. Azt mondja, a zsidók pedig, igen, ez a, már keresztnél járunk még, de már meghalt Jézus, és itt van az, hogy nem törték meg a lábát, miközben a másik kettőnek igen, mert ezzel tudták sietetni a kereszt halálát, a keresztre feszítetteknek, mert hogyha a lábra nem tud támaszkodni, mert törött, akkor hamarabb megfullad, mert a kilégzés állapotában rögzül a felső test. Erről valamelyik részben korábban szintén beszéltem szerintem, meg még fogok is talán, külön az ő halála körülményeiről. A lényeg az, hogy az ő lábát nem kellett megtörni, mert már halott volt, és azt mondja, hogy mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, körülbelül mondja ugye sárgán, az ő csontja meg ne törettessék. Hol van ez megírva? Hát a pászka bárány történeténél Mózesnél, hogy úgy kellett megenni az egyiptomi szabadulás garantáló pászka bárányt, hogy ne törjék meg a csontját. Az is a messiás erőképe volt, csak szakrálisan tárgyi jelleggel, ha lehet mondani erre az állatra. De ez is egy előremutató ismér volt, és ez pontosan így történt a halálakor. Azt mondja, másút így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. János 19-et idézem itt is, meg az előző is az volt. És akkor idézem a megoldást, azt mondja Zakariás 12. fejezete, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek. Bocsánat, azt már nem is húztam ott alá, az átszegezteket, azt is kellett volna. Tehát itt is megvan a megfelelője, erre hivatkozik, erre utal, amikor mondja, hogy másút ismét mondja az írás. Egyébként gyakori Pálnál is, hogy nem nevezi meg a helyet, valószínűleg nem is tudja rögtön fejből, meg feltételezi a hallgatóiról is, hogy ismert fordulatok ezek. Az utolsó szöveges diám ebből a szempontból legalábbis, de azért, bocsánat, felnéztem, hogy lássam az időt, hogy hogy állunk, de még beleférünk. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, tehát nekik kellett volna tudni, ez az ő könyvük, Isten nem magának írta a Bibliát, olyan értelműen is a pogányoknak, hogy nem ők voltak a címzetjei, a letéteményesei, hát ki, hogyha a zsidók nem értik meg azt, ami az ő törvényükben van, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. És itt van, hogy honnan származik 69. Zsoltár 5. vers. Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem, szó szerint. Hatalmasok a vesztemre törnek, lásd Pilátus, lásd Heródes, ugye ez már nem a nagy Heródes, ez egy másik Heródes, akik ellenségeim alap nélkül. Tehát olyan párhuzamokat mutatnak meg ezek a hivatkozások, amik valószínűleg elvesznek a számunkra az Ószövetség rengeteg betűje között, meg nem is gondolnánk mindig, hogy ez a messiásra vonatkozik. Egy biztos, hogy abból, amit itt megmutattam, valószínűleg nem volt teljes körül, ennyit tudtam most, szerintem következik ez válaszként, amit az elején ígértem, hogy az Ó és az Új Szövetség, vagy Testamentum az egybe van kapcsolva, összetartozik. Igen, van egy határvonal benne, időben van egy hasadás. Igen, a kettő közé esik ebbe az időbeli szakadékba, az intertestamentális kor végére és az Új Szövetség könyveinek a leíratása elé maga Jézus Krisztusnak a szolgálata, de ő nem szétválasztja, hanem összeköti ezt a két szövetséget. Egymással ezt próbáltam a magam szerény módján érzékeltetni. Akkor teljes szerintem a témánk, ha ezt a kérdést felteszem, hogy de hát akkor kint múlt. Ha ez ennyire tudható volt, ennyire tételesen, van mire hivatkozni az evangéliumok szerzőinek, akkor kint múlt az, hogy
ez mégsem valósult meg úgy, ahogyan kellett volna. Miért van az, hogy a kortársaknál nem úgy van, hogy a többség felismerte, tehát volt egy rész, aki nem készült mára, hanem a többség nem ismerte fel, a túlnyomó többség nem. Én azt gondolom, azon múlt, amit az elén is mondtam, hogy egyrészt nem Istenen múlt, Isten mindent megtetett, ennél már nem lehetett volna részletesebb, részletekbe menőbb a jövendőléseiben, meg gondolt rájuk, voltak proféciák, de hiába készül az, aki a tanító, hogy így mondjam, jelen esetben Isten, hogyha a diák nem hajlandó tanulni. Nem hajlandó oda tenni magát, nem hajlandó fáradni vele. És ezen múlt, nem Istenen múlt. Egy példát a végére, hát két sűrűn teleírdia lesz még, ehhez kérem a türelmeteket, ez egy történet, és nem tudom, hogy hogy kurtítsam, ezért nem kurtítom. Azt mondja, mi azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, ez Jézus halála után, sőt már a feltámadása után, majd látjátok, két tanítvány, egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, ezt én most nem is néztem, mennyi a 60 futam, talán azt hiszem egy stadion, egy futam, 400 méter, ha jól tudom, nem néztem utána szégyenre frissibe, 64, 27, talán 24 kilométerre volt, de nem vagyok benne biztos. Ennek a neve Emmaus ennek a helynek, és beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És jön, hogy amint beszélgettek, és egymás között kérdezősködtek, a tanítványok, maga Jézus hozzájuk ment, és velük együtt ment az úton, de az ő személyik visszatartóztatának, ilyet már láttunk az Ószövetségben, többször is Ezékielnél is, meg Lótnál is, hogy embereket Isten akadályoz abban, hogy az észlelésük révén felismerjenek dolgokat. Tehát látták, hogy valaki csatlakozik, de nem tudták, hogy ki az, nem ismertek rá Jézusra, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek a neve Kleofás, mondta, hát csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minimi dolgok lettek abban a napokban. És mondanék, miért, micsoda dolgok? Azok pedig mondták neki, amelyek estek a názáreti Jézuson, aki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, tehát elmondják, hogy ők hogy tekintettek rá, csak most mondjuk nem ismerik meg, de erről nem tehetnek, mert hát ez Isten akart, hogy így legyen. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig, itt jön a lényeg, mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Tehát azt mondja, hogy csalódtunk, mert mi azt vártuk, hogy ő a Mesiás, és a Mesiásról mi gondoltuk, hogy ő majd megszabadítja Izraelt a rómaiaktól, nem feltétlenül a bűntől. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek, tehát három nappal vagyunk Jézus halála után. Hanem valami közülünk való asszonyokról is, asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és amikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy az angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. Tehát meg vagyunk döbbenve azon, hogy azt állítják, hogy nincs meg a holttest, és ő él. Na de hát miért vannak megdöbbenve, amikor ezt előre megmondta? És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És hát ez a téma, és hát ezt nem tudják feldolgozni. Ebbe kapcsolódott bele Jézus, és szándékos volt a dolog, hogy ne ismerjék fel, mert hogy egy tanmese volt ebbe, vagy egy leckét kaptak, azt mondja, és ő mondta nekik, ó, balgatagok és reszívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát azt mondja, hogy de hogy tehettek ilyenek? Hát itt van ez a sok minden, amit nektek most megmutattam, ezt ők is tudták, tudhatták, tudniuk kellett volna, és akkor nem lepődnek meg azon, hogy meghalt, ahelyett, hogy szabadságharcban győztes lett volna, ugye ellentétes, meg nem lepődnek meg azon, és mégis feltámadt az együtt, hogy meghalt. Tehát bármit mondott az Isten, az, hogy így mondjam, veszendőbe ment, őszinte embereknél is. Sokszor, sok esetben. Hát ugye az, hogy ó, balgatagok és reszívűek mindazoknak az elhívésére, tehát azt mondja, restek vagytok tanulni meg elhinni, hát ez mondjuk nem a dicséret kategóriája, úgy gondolom. A kérdés az az, hogy a mi időnkben mik lehetnek azok a bibliai igazságok, tanítások, általánosak, de időszerűek is, vagy éppen proféciák, amikre ugyanúgy igaz lehet, ránk olvashatná az Úr, lehet, hogy egyszer ránk fogja olvasni, hogy én mondtam, hát hogy lehettél ilyen balgatag, meg reszívű?
Ebben az Emmauszi történetben tanúság van, hogy a mikorunkban ez ne ismétlődjön meg, mit tehetünk azért, hogy ne ismétlődjön meg, nehogy mi is ebben a helyzetben találhassunk. És elkezdtem Mózestől és minden profétától fogom magyarázni nekik minden írásokban, amik ő felőlem megirattak. Most látom, hogy én is ezzel próbálkoztam, ma nyilván a magam sokkal szerényebb módján, de hát ez volt a célom, hogy megmutassam neked kérdés nyomán. Köszönöm a türelmedet, egyetlen dia van hátra a szokásos ajánló, legközelebb kemény beszédek lesz a témánk, idézőjelben van azért, mert ez is egy bibliai kifejezés, onnan emeltem ki, és arra utal, hogy Jézusnak voltak olyan megszólalásai, amelyek vagy nehezen érthetőek voltak, vagy nagyon is érthetőek voltak, de azért nem ilyet számítottunk volna, hogy mondani fog. Kemény volt. Bárom, kemény volt eljárásaiban, valószínűleg beleveszem majd a templom tisztítást is, hogy az miért volt és miért úgy volt. Néha mondott olyanokat, hogy a tömeg oszlani kezdett tőle, ahelyett, hogy verbuválódott volna. Hogy miért tett ilyeneket, meg hogyan értsük helyesen, amiket mondott, ezekre szeretnék legközelebb kitérni, egy csokrot szeretnék ebből gyűjteni. Ha van olyan téma, ami neked is idevág esetleg kérdésként, most jutott eszembe, hogy kimaradjon valami. Tehát te is úgy vagy, hogy rád valami keménynek hat, vagy nem igazán érted, kérlek itt a kommentbe küld el nekem, mert akkor azt is beleveszem a tematikába. Mármint ennek a következő alkalomnak a feldolgozásába, a bázatába, hogy így mondjam. Köszönöm a figyelmedet, várlak legközelebb is ezzel a témával, ahogy mondtam. Ha gondolod, iratkozz fel, ha nem gondolod, ne iratkozz fel, nem az én dolgom, a te dolgod. Nyilván segítesz azzal, feliratkozol, de rád bízom. Ugyanez igaz a like-ra nézve is. A lényeg az, hogy legközelebb erről lesz szó. Köszönöm szépen a kitartásodat. Szia!